Tavaly március óta él az idős vonal, amely sok esetben segített bűncselekmény megelőzésében, ugyanis a somogyi szépkorúak bátran tárcsázzák a zöld számot. Úgy gondolom, hogy hál' Istennek élnek ezzel a lehetőséggel az idősek. Átlagban napi egy-két hívást regisztrálunk, van, amikor természetesen több, van olyan nap, amikor nem hívnak bennünket. Ügyesbős dolgaikat osztják meg velünk, jelzéseket is adnak, és esetleges vitás kérdéseiket is próbálják a rendőrségen keresztül lezárni. Mergansz Sándor főkapitány elmondta, hogy amennyiben jelzés érkezik a rendőrségre, hogy például gyanús személyeket láttak az idősek, a rendőrei mindig intézkednek. Ez az idős vonal, ahogy megtudtuk, éves szinten közel 1700-800 hívást hozott, mely hívások közül, ha csak egy idős ember volt, akinek tudtunk segíteni, már megérte, de nem ez a helyzet, több százan vannak tehát. Az idős vonalat a rendőrség a Somogy megyei idősügyi tanáccsal együtt hozta létre, s Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke úgy látja, hogy recept lehet a kezdeményezés más megyék számára is. Az együttműködést pedig tovább szélesítik. Megállapodásban rögzítettük azt, hogy az idősügyi tanács a főkapitányság részére 350 000 forint anyagi támogatást is nyújt, és most jelenleg ennek az anyagi támogatásnak köszönhetően 8 darab televíziókészüléket és 8 darab DVD lejátszókészüléket kaptunk. A kapitányságok ügyfélváróiban helyezik el a készülékeket, ahol majd bűnmegelőzéssel kapcsolatos reklámspotokat vetítenek az odabetérő idősek számára. Így tájékoztatják őket a trükkös lopásokról és azokról a veszélyekről, amelyek rájuk leselkedhetnek. 2010-ben Somogyban a bűnelkövetések 20%-a 60 év felettiek sérelmére történt. 89 olyan esetben kellett intézkedniük a rendőröknek, amikor csellenszedték rá az áldozatot az elkövetők. Jellemzően valamilyen hivatalos személynek adták ki magukat a leleményes tolvajok, így elterelve az idős személy figyelmét.